Ülésezett Szekszárdvárosfejlesztési és Gazdasági Bizottsága. Két esetben a pályázati határidőt hosszabbították meg a bizottság tagjai a rendkívüli helyzet miatt. Ez érinti a Bringa utat és a Generációk parkját. Arról is döntöttek, hogy a Patak utcában felújítási program veszi majd kezdetét, egy közösségi teret alakítanak majd ki, amit meghívásos pályázat útján egy szekszárdi vállalkozóval szeretnének megcsináltatni. Talán már az idén megvalósulhat a DNS Valéria Általános Iskola energetikai korszerűsítése, tájékoztatott Bomba Gábor, a bizottság elnöke. A DNS Valéria Grundschule energetikai korszerűsítése pályázatot is elindítottuk, ez az iskolának az energetikája. Ezt fogadtuk el, úgyhogy remélhetőleg ősszel ez elindulhat, de ha előbb, akkor természetesen előbb, csak most itt a vészhelyzet miatt a pályázati dolgok csúsznak. Két új pályázat beadásáról is határozott a bizottság. Egy Bringa parkot alakítanának ki a Baka István Általános Iskola mellett, ahol nem csak kerékpározni, hanem gördeszkázni is lehetne. Ez a park és a bicikli tároló összesen 16 millió forintba kerülne. Ezt a Bringa parkot tudják meg használni a gördeszkások, rolleresek, illetve a görkorcsolyások is. Ez egy 280 négyzetméteres bicikli park lenne, egy kis pedett része a bicikli tárolóval. A másik pedig, hogy két fotipálya építést felnyújtanánk be pályázatot. Az egyik új focipályát a Kőrösi Csoma Sándor utcai játszótér mellett alakítanák ki, továbbá felújítanák az Energiaparkban jelenleg is használatban levő focipályát. A két új sportpálya kialakítása összesen legfeljebb 16 millió forintba kerülne.